Többek között olyan kérdésekre is választ kaphattak a résztvevők a Kecskeméti Termosztár Kft. 15 éves múlttal rendelkező rendezvényén, hogy a biomassa fűtőmű miért jó nekünk, mennyi gázt vált ki a biomassa energia Kecskeméten, vagy miért fontos a fűtéskorszerűsítés. Ezt megelőzően április 25-én ismét megnyitott a kapuit a Termosztár Kft. Mindszenti körúti telephelye. Az érdeklődők működés közben tekinthették meg a Kecskemét déli iparterületén lévő biomassa fűtőművet. A 20+5 megawatt teljesítményű biomassa kazánokkal felszerelt fűtőmű 2023. decemberében kezdte meg üzemszerű működését. Az új fűtőmű létrehozása a hazai távhőszektor legnagyobb beruházása volt a tavalyi évben, egyúttal a Termosztár Kft. Eddigi történetének legjelentősebb fejlesztése. A biomassa technológia költségcsökkentő hatását az idei fűtési szezonban tapasztalhatták meg a fogyasztók. Másnap pénteken rendezte meg a Termosztár Kft. Immár 15. alkalommal a távhőszolgáltatás napja eseményét a Híres Agórában. A 15 éves múlttal rendelkező távhőnapok hagyományos. A szakmai konferencia előadásainak központjában a megújuló energia alapú kecskeméti távhőszolgáltatás állt. A távhőszolgáltatás napi előadássorozatot Szamler László önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi Városrendezés és Agrárbizottság tagja nyitotta meg. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester üdvözletével köszöntöm Önöket. Nekem, mint városunk Környezetvédelmi Bizottságának a tagjaként különös megtiszteltetés, hogy itt állhatok Önök előtt. Annál is inkább, mert mint ahogy a bevezetőben is elhangzott, a mai eseménynek különleges jelentőséget az ad, hogy az elmúlt szezonban üzemszerűen működött és jelesre vizsgázott az a biomassa fűtőmű, amit 2023. decemberében adtunk át, helyeztünk üzembe. Első előadóként az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató ZRT vezérigazgatóját, Lázár Mózest hallhatta a közönség, aki a távhőszektor magyarországi helyzetéről tartott előadást. Milyen energiát használunk föl, és itt viszont nagyon érdekes és szemléletes látvány van, ami kapcsolódik ide majd, amiről Horváth úr is fog beszélni. Ugye itt 90-től 2020-ig láthatnak egy ábrát. A sárga az gyakorlatilag a szén és széntermékek, a piros az olaj és olajtermékek, a kék a gáz és a zöld az pedig a megújuló primér energia. Tehát itt arról beszélünk, amit elsődlegesen felhasználunk a hőelőállításában. Szépen a szén és széntermékek teljesen kiesett, az olaj és olajtermékek még hamarabb, és itt fönt a változás, hogy nagyjából a gáz felhasználása az ugyanannyi arányaiban nem változott, azonban fokozatosan bejöttek a megújulók, és itt már 2020-ban 30-70% a gáz és a megújulók aránya. És ebben is egy jelentős lépés az, amit tett Kecskemét. Őt követte előadásával Horváth Attila, a Kecskeméti Termosztár Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a megújuló energia alapú kecskeméti távhőszolgáltatás kapcsán adott tájékoztatást, központban a Mindszenti körúti telephelyén lévő biomassa fűtőművel. Meggyőződésem, hogy már egy generáció edukációval felnőtt, és környezettudatosságban, energia gondosságban, hogy az energia nincs ingyen, lehetőség szerint, hogy használjuk föl, milyen módon tekintsünk rá. Ebben nagyon sokat tettünk, és bízunk benne, hogy ez majd a generációkon keresztül kézzelfoghatóvá is válik. A klímatudatos hőtermelést, a megújuló energiaipari méretű hasznosítását eredményező beruházás korszakváltás jelentett a kecskeméti távhőszolgáltatás történetében, Kecskemét város energiagazdálkodásában és zöldítésében is. Lezárult az első olyan fűtési szezon, mely során a lakosság egyharmadához eljutott a megújuló energia hasznosításával előállított hőenergia. A Termosztár Kft. Hosszú alapos előkészítés után tavaly november óta üzemelteti a 20+5 megawattos biomassa fűtőművét. Ez egy óriási előrelépés, hiszen így megvalósult a megújuló energia termelés Kecskeméten. Eddig ugye földgázba állítottuk elő ezt a hőenergiát, most már közel 70%-ban megújuló biomassa alapú hőenergiával tudjuk ellátni a fogyasztóinkat. A konferencia záró előadásán a fás biomassa energia szempontú hasznosításáról hallhattak szakmai információkat a résztvevők, a KEFAG ZRT termelési vezérigazgató helyettesétől, dr. Bárány Gábortól. A távhőszolgáltatás napi kísérő rendezvények a jövő generációjának szóltak.
Ilyen volt a virtuális séta a Termosztár biomassa telephelyen, a híres Agora aulájában, ahol az érdeklődők működés közben láthatták a Kecskemét déli iparterületén üzembe helyezett biomassa fűtőművet, mégpedig a virtuális technika segítségével, anélkül, hogy kilépnének a híres Agora épületéből. Itt van az összekötőt, addig már nem kell elmenni. A klímakvíz külső helyszínen folyt, ahol QR-kódokat mutató táblákat fedezhettek fel a gyerekek, és aki beolvasta telefonjával valamelyik kódot, tehetett egy próbát, hogy vajon meg tudja-e válaszolni a kvíz kérdéseit. Kiállítást is megtekinthettek a látogatók a Bárányfelhő Bodorító című alkotói pályázatra érkezett munkákból, amelyre több mint 20 kecskeméti intézmény kapcsolódott be a gyerekek által, környezettudatosság témakörben készített rajzokkal, festményekkel. A rajzpályázat eredmény hirdetése az esemény végén zajlott. Nagyon hálásak vagyunk, hogy 15 éve gyakorlatilag minden évben a távfélszolgáltatás napját meg tudjuk rendezni. Ennek keretében több száz rajzpályázat is érkezik, különböző tematikája jelenik meg ilyenkor évente. Idén a felhő, bárány felhő bodorító fantázianyelvet kapta. De gyakorlatilag ezzel minden egyes évben azt súlykoljuk, illetve tanítjuk, edukáljuk a fiatalokat, hogy mennyire fontos a környezet tudatosság, a fenntarthatóság, és hogy az energia az nincs ingyen, ennek a gondos felhasználása a közös ügyünk. A távhőszolgáltatás napján a híres Agora aulájában kiállítási standjával jelen volt a Kefak ZRT és a Kecskeméti Planetárium is.